akármit végzünk a testünk izmaival, ha azt jól csináljuk, az hatással van az idegrendszerre, a tudatra, az elmére, elme működésekre, az egész tudatra, az egész lélekre. Tehát akármit csinálunk, de jól csináljuk, az a test-lélek összhangját és egészségét, egységét segíti. És mutatok egy oroszlán gyakorlat. Mert csukott szemmel és ne nézzük egymást. Ugye miért zúg a fejünk délutánra? Ki tudja? Elfáradunk? Nem. Egész nap nem kapáltunk, nem ástunk. Az idegrendszer fárad el, abban fárad el. Az idegrendszer állandóan figyelemben van, tehát összpontosítás végez. Az összpontosítás az idegrendszernek az a fárasztó. És ezért is kevés vért kap a fej, mert mindig fönt van a szívhez képest. Ezzel kell fordított esetleti gyakorlat. Nézzük az arc jogát. Két asszonykáról tudok, tévében is láttam őket, mind a kettőt, meg internetben ott vannak. Arc jogát beírjátok. Két magyar hölgynek a kidolgozott rendszere. Egyik árul könyvet is hozzá, meg DVD-t. És vannak tanfolyamok, ugye? Azt csinálják, hogy az arcizmokat úgy megerősítik, a nyakizmokat is, és minden, ami itt fölül van, hogy megfiatalodnak éveket. Azt látják, hogy kicserélődnek néhány hónap alatt az arcjogázók. Na, hogyha én kipróbáltam egy este egyszer, néztem az interneten, és csináltam majd fél óráig ezeket a gyakorlatokat, másnap nagy izomlázam támadt, mert annyira megtornáztattam az izmait. Tehát akkor a lényeg, hogy találtam meg a legjobb gyakorlatokat, el lehet menni a tanfolyamra, és az arcizmok annyira megerősödnek, hogy nem fognak lógni. Hogy a begyhűlés, lógás és a tónusvesztés, ugye, ez okoz ilyen arc öregedést. Másrészt a nyakizmok és egyáltalán a fejnek a frissessége, szóval mind mindenre jó, és mivel zárom ezt az arcjoga területet? Na, próbáljunk még egy picit grimaszkodni, úgyhogy például, tehát úgy csinálják, hogy ha megfeszítik így ezeket az izmokat, hogy összeráncolják a szemük körül ezeket a bőrterületet, tehát szarkalábakat csinálnak, úgy összeráncolják magukat, akkor visszatartják kezükkel a bőrt, hogy ne ráncolódjon. Feszíti, de mégsem ráncolódik, mert visszatartja az a tenyerébe. Tehát két tenyerére, hogy kifeszíti a bőrt, tehát sokféle trükk van ebben, most egyet csináljunk, tehát ide teszem így, ujjaimat meg így, és kifeszítem a bőrt, és elkezdek így grimaszkodni, hogy itt fesz, és ráncosodjon, de mégsem fog ráncosodni, érted? És ezért izmok erősödnek, feszíts magad, csúnyíts magad, és ujjaiddal, tehát a tenyereddel húsz ért a bőrre. Na jól van. Úgyhogy rengeteg minden várat ránk, van meg 2000 ilyen arcjoga gyakorlat, 2000.